A biztosító szerint az infláció 2,5 millió forintot vett igénybe azoktól, akik otthon vásároltak, még egy év alatt is. A bérnövekedés ellenére, az izombér növekedése ellenére az infláció egy év alatt 2,5 millió forintot vett igénybe az otthoni vásárlásban részesülő családoktól. A Beast&Sons.hu számításai szerint sokkal kisebb piaci lakáll elegendő a magyar állampolgárok felére. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a tavaly novemberi 563.600 forint átlagos bruttó jövedelme 16,8%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az átlagos bruttó medián bére 17,6%-kal nőtt, ami azt jelenti, hogy 2022. novemberében munkavállalók fele-fele a munkavállalók felének fele, havi 293.797-nél többet vitt haza, szemben 2021. novemberig 249.774 forintvel. Nem csak az inflációt érezzük az üzletekben, ugyanakkor a munkavállalók felét arra kényszerítik, hogy kevesebb jövedelemmel tervezzék meg jövőjét, és ebbe jövőre alig lehet megoldani lakhatási problémáikat a hitel segítségével, figyelmezteti Péter Gergely, Beast&Sons hitelszakértője, hú, ne hagyd ki nagy miártont. Az év végére az infláció egyedülálló lehet Magyarországon 2021. novemberében medián átlagos nettó jövedelme, figyelembe véve a Magyarország Nemzeti Bank szabályait. Elegendő volt HUF lakáelének 19,5 millió 10 évre történő felvételéhez. Rögzített visszafizetési kölcsönggel 10 év. Ugyanakkor a 2,5 millió dollár kevesebb, mint 17 millió dollár jövedelmének visszafizetése a novemberi fizetési statisztikákból. Ez csak akkor van, ha az adós a falra megy, vagyis havi bevételének 50%-át vállalja visszafizetésére a hitel. A jelenlegi inflációs időkben ez egyszerűen nem lehetséges. Magyarázat arra, hogy miért a kiskereskedelmi hitelpiac mély repülést eredményez, mondja a Beast&Sons.hu szakértője. Terer Gergely szerint helyzet nem segít abban, hogy a bankok messze nem teljes mértékben érvényesítik az inflációval kapcsolatos pénzpiaci kamat változásaikat. 4,14%-os kamatláb majdnem 1%-ponttal alacsonyabb, mint 8,4%, ami mellett kamatlábak mellett kölcsönvették egymásnak. Az ingatlan árak nem kompenzálják a túlfeszültségköltséget, a potenciális hitelfelvevők távol tartják piacot attól a ténytől is, hogy kisebb hitelkeret messze nem vásárolja meg álmaikat. Bár a lakáspiac úgy érzi, hogy a fékezés, az ingatlan piaci árak csak nagyon lassúak. Az értékesítési gondolkodók többsége inkább vár, és csak azok az eladók, akik nagyon sürgősen eladásra kerülnek, leveszik az áraikat, és az olcsóbb kedvezmény nem feltétlenül kompenzálja a vásárlókat, hogy sokkal többet kell költeniük a lakásukra. 2021. novemberében 19,5 millió dolláros hitelrel rendelkező ügyfél várhatóan kevesebb, mint a 30 millió forint. Az Ended Your kiszámításával kiszámíthatja, magasabb 35,1 millió dolláros visszafizetési terheléssel Beast&Sons.hu számításai szerint.